elment a jó esze, hogy íj melegben gyapjas tökködele, vagy csak nem okka rejti búbiát, ott a búbia néz. A szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum is csatlakozott a Múzeumok éjszakája országos programsorozatához. A négy helyszínen megrendezett színes kavalkádban minden résztvevő élvezhette az éjszakai barangolást. De még a gyerekeket is érdekes játékos tevékenységekkel várták. Puskák, ágyuk, harci fegyverek és földi maradványok. A szekszárdi múzeum minden évben csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. 2023-ban is csatlakozott a szekszárdi Vosinszky-Mór Múzeum a Múzeumok éjszakai rendezvény sorozathoz. Idén is mind a négy kiállítóhelyünkön szerveztünk programokat. 17 órától 24 óráig várjuk az érdeklődőket. Van egy vezérfonala ennek a mai napnak, ez nem más, mint a zene, ami abból adódik, hogy két időszaki kiállításunk, a Vármegyeházán a Bogár István 100-as emlékkiállítás, illetve a főépületünkben az Omega 60 kiállítás, mind a kettő kapcsolódik népzenéhez, illetve a rockzenéhez. Bonyhádon is élvezhették a látogatók az éjszakába nyúló történelmi kalandozásokat, még bajvívás bemutató is volt. Magyar történelme egyedülálló korszak, amikor a lovagi kultúra egyszerre van jelen a keleti lovasnomád hagyományokkal a harcászatba. A Dombóvári Művelődési Ház is csatlakozott az országos megmozduláshoz. Itt 11 helyszínen várták a vendégeket. Olyan dombóvári művész műveit is megcsodálhatták a nézők, akinek kiállítása állandó jelleggel a Magyar Zeneházában látható csak. Bemegy a látogató megnézni a kiállítást, akkor a Liszt Ferenc életéről különböző relikviákat lát a vásznon, és ezek összefoglalva az életének azt a korszakát egy ilyen asszociációk igazából a Liszt Ferenc életére. A 21. Múzeumok éjszakáján országosan 450 intézményben több mint 2700 programmal várták a látogatókat szombat délutántól vasárnap hajnalig.